második fél idő elején itt volt egy nagyon jó sorozat, mert talán 20 perc vagy 15 perc alatt 3 gólt kaptunk. Nagyon jó volt a védekezés, kapus teljesítmény is. Utána szerintem itt a végére kicsit leengedtünk. Egyébként nehéz ahhoz alkalmazkodni, össze-vissza fújnak a bírók? Hát nagyon nehéz, mert olyanokat fújtak, hogy néha vicces volt. Itt a Gábor is kapott reklamálási 2 percet. Végül is, amikor ott a kudor 5 méteren futkározik belül, az semmi, az belemenés, és mikor itt nálunk, az meg 7-es. És ugye tök normálisan védekeztünk. Védekezésünkkel semmi probléma nem volt, szerintem. Amiből gólt lőttek, az meg hát bal szerencsés, vagy ugye a bírók segítettek. Az első fél időben, meg a második fél időben is volt egy olyan periódus, amikor több gólos előnyről hát felengedtétek kb. A Debrecent, ott mi történt szerinted? Hát egy kicsit pihentünk. Szerintem. Úgy gondolom, hogy volt közte 4-5, és kicsit megnyugodtunk, ezért a támadásban, a védekezésben is kicsit lassabbak voltunk.